Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 25-én egy portál nap van. Ezen a napon kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek mindig van egy gyógyító hatása, sőt segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, ezen a napon, ezen a szertartáson, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás, az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám, vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap. Október 25-e az első nap a hatodik hullámban. Tehát indul most egy új rezgés, ami 13 napig tart. Ez a hatodik hullám eltart tehát november 5-ig, utána majd indulni fog a hetedik hullám. Ebben a hatodik hullámban a múltról van szó. Itt vannak emlékek, visszatekintünk a múltba, lezárunk bizonyos témákat vagy kapcsolatokat. Az is lehet, hogy valaki gondol ránk a múltból, és visszatér hozzánk. Ez az időszak úgy eltart november 5-ig. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok, és amikor egy új hullám indul, mint például október 25-én, hiszen indul a hatodik hullám, ez alkalmas mindig egy új kezdetre. És az a szimbólum, amivel indítunk, az nem csak ezen a napon hat, hanem uralkodik az egész hullám felett. Persze naponta jönnek más befolyások is. Ezen az első napon, ebben a hatodik hullámban október 25-én Kimi uralkodik. Kimi lefordítva egy hidat jelent. Ezért látható a híd ezen a képen. Az azt jelenti ezen a napon és az egész hullám felett is, hogy lezárunk valamit. Elhagyunk egy partot. Ez egy átmeneti időszak, hiszen a hídon vagyunk, az új part még nem látható, vagy még nem értük el az új partot. Tehát ez most egy átmeneti időszak, ami jelenti a mozgást, előre mennek a dolgok, lesz egy új irány, lesznek fontos döntések. Ez lehet egy munkahelyi változás, hiszen az egyik partot, az egyik munkahelyet lezárjuk,
Ott van a híd, egy átmeneti időszak, az új munkahelyen még nem kezdtünk el dolgozni. Vagy lehet egy költözködés, hogy például felmondtuk a bérletet, és van egy költözködés, még nem vagyunk ott az új lakásban vagy házban, hanem ez egy átmeneti időszak, hiszen a hídon vagyunk. Ez lehet párkapcsolat is, hogy lezárunk egy párkapcsolatot, vagy baráti kapcsolatokat, és vannak új kapcsolatok, de még nem alakult ki valami, hiszen a hídon vagyunk. Persze maradhatunk a párkapcsolatban is, de vannak változások, hiszen lezárunk valamit, változik a hozzáállásunk, változik valami a kapcsolaton belül. Tehát ezekről a dolgokról van szó. Kimi nem csak ezt a hidat jelenti, hanem egy égi hidat is köztünk, és az isteni hatalom között. Amikor megvan egy elképzelés, egy álom, és kell az isteni beavatkozás, vagy kell a segítség, hiszen imádkozunk, hogy ez az álom megvalósuljon. Tehát kiépítünk egy hidat, gondolatban a hitünkkel köztünk, és az isteni hatalom a jó Isten között, vagy lehetnek például angyalok is. Tehát ez a híd jelenthet egy égi hidat is, a kapcsolatot köztünk, és a jó Isten között, hiszen kiépítjük ezt a hidat. Összefoglalnám azt, hogy mi történik ezen a napon, illetve hogy hat ki ez az energia az egész hatodik hullámra, hogy miről van szó ezen a szertartáson. Valamit lezárunk a múltból, lesz egy új irány, mozgás, amire itt a hintó is utal, előre mennek a dolgok. Lehet, hogy még nem értük el a céljainkat, de az irány fontos, hogy jó döntéseket hozzunk. Ez most egy átmeneti időszak, kell egy kicsit a türelem, de hamarosan elérjük azt, amit szeretnénk, elérjük az új partot. Ez alatt az idő alatt megvan az isteni segítség, vagy a hitünk, vagy imádkozunk például. Amit még ez a szertartás jelent, az a spirituális terület és a gyógyító erő. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra, vagy leírhatod a kommentárba azt, hogy milyen úton vagy, milyen átmeneti időszakot élsz át, vagy a véleményedet erről a videóról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!